Jó estét kívánok, én Újic Renata vagyok, a Verzió Film Fesztivál Igazság nevében című szekciójának kurátora. A Frontvonalban című film alkalmából beszélgetünk a Szabad Sajtó Ára címén kedves vendégeinkkel, Zöldi Blankával, a Direkt 36 újságírójával, Bíró Mariannal, a korábban Index, ma már Telex újságírójával, Bojtály B. Endrével, a Magyar Narancs főszerkesztőjével, illetve aki megérti, hogy mi történik a piacon, Polyák Gáborral, a Mérték média elemző műhely vezetőjével. A film, amiről beszélgetünk, egy igen vicces interjúval kezdődik. 2015-ben egy polgármester elindul a Fülöp-szigetek elnökségéért, és az egyik legismertebb fülöpszigeteki újságírónak elmondja a kamerába, a Premier Plánba, hogy diktatúrát tervez bevezetni, és egyébként az elmúlt 3 hónapon belül ő maga is ölt embert. Mit csinál egy... Ezt akkor és ott, amikor ott ülünk szemben az interjú alanyjal, komolyan lehet menni újságíróként, illetve mikor hazahozza ezt az anyagot, a mi riporterünk, akkor mit csinál ezzel egy épes színnél lévő szerkesztő? Nos? Megtörve a csendet. Jó estét kívánok én is. Tehát igen, én Bíró Marianna vagyok a Telextől. Nem voltunk szerintem még egyikünk sem ilyen helyzetben. Ennyire durva válaszokat Magyarországon még nem kaptunk. Viszont az, hogy mi a hírérték, és mi a gyakorlatilag a komikumba hajló szürrealitása egy ilyen szituációnak, ez a dokumentumfilmből is kitűnik, hogy igaziból nem is tud vele mit kezdeni egy újságíró. Tehát az újságíró nem igazságot szolgáltat, nem is biztos, hogy a teljes realitását feltételezte ezeknek a válaszoknak, viszont információt közölt. Tehát szerintem itt egy felelős szerkesztő eredeti kérdésedre visszatérve csak azt tudja tenni, hogy közzé teszi ezeket az információkat, ezt a nyilatkozatot. Még akkor is, hogyha adott esetben ez bűncselekmény gyanúját veti fel, vagy éppen azt feltételezi valaki, hogy ez úgy nem igaz. Vagy éppen az a problémája, hogy hát ez mindenképpen igaz, és egy választási kampányba ebben valamit kezdeni kellene. Tehát a nyilvánosság az egyetlen eszközünk, akkor avval kell élni egy szerkesztőnek, egy újságírónak is. Blanka? Jó estét kívánok, sziasztok! Hát nekem nagyon-nagyon meglepő volt látni ezt az interjút, mert arról tudunk elég sokat, hogy jelenleg mi történik a Fülöp-szigeteken, mert mindenféle horrorisztikus beszámolókat lehet látni, meg hallani. Viszont én azzal nem voltam például tisztában, hogy ez Duterte ennyire egyértelműen még a megválasztása előtt kijelentette volna, és szépen lefektette volna a választók elé. Illetve nagyon meglepő volt az is, ahogy az újságírónő Maria Ressa reagált ezekre a kijelentésekre, mert ilyen nagyon-nagyon erőteljesen bólogatott, és nagyon érdekes, hogy mit mond ez az ember. Én kíváncsi lennék egyébként, hogy ezt az interjút annak idején például hogyan hozták nyilvánosságra, tényleg olyan szinten, hogy milyen címet adtak neki, meg mennyire terjedt el ez a közbeszédben, hogy Duterte egyértelműen jelentette, hogy diktatúrát szeretne csinálni, és hogy egyébként nem jelent problémát számára az, hogy embert öljön. Hát az az érzésem, hogy az időközi választások eredményéből is az Fülöp-szigeteken, hogy végül is az emberek ezt elfogadják, ami nagyon-nagyon félelmetes. Szerkesztői perspektíva? Nem tudom, nagyon nehéz megítélni a kontextus nélkül ezt a kérdés-választ szerintem. Amennyire én visszaemlékszem a 2016-os választási kampányra, nem ez volt az egyedüli eset, ahol, tehát hogy mondjam, ez programszerűen megjelent, hogy mit akar az akkor még elnök jelölt Duterte.
az is szemmel láthatóan nem először találkoztak, azt sem tudom egész pontosan, hogy ahhoz képest mennyire mellbevágó volt ez a kijelentés, tehát a kampányban benne volt, ahhoz képest sem lehetett szerintem nagyon mellbevágó, hogyha megnézzük a polgármesteri track recordját ennek az embernek, aki a valahanyadik, tehát egy Fülöp-szigeteki nagyvárosban volt polgármester azelőtt, hogy elindult volna az elnökségére, és ahol egy nagyon furcsa politikát folytatott, de annak a részei voltak ezek a, hogy mondjam, a büntető rendszeren kívüli bíráskodás, vagy önbíráskodás, aminek a politikai motivációit is lehetett sejteni. De az tény, hogy nagyon abszurd és nagyon mellbevágó volt ez a jelenet, azt nem tudom, hogy de az a gyanúm, hogy nekünk az, tehát az adott kontextusban ez nem volt annyira váratlan. De hát, igen. Uh-huh. A Gáborhoz fordulva én azt szeretném kérdezni, hogy akkor, amikor egy elemző, egy média elemző lát egy ilyen tartalmat, vagy ilyen tartalmakat a piacon, és a munkájának egy része olyan nemzetközi monitoring eljárásokkal és társaságokkal való együttműködés, mint a riporterek határok nélkül, akkor készül-e egy média elemző másféle módszertannal, bármivel, ami a szokásos demokráciában bevett médiaelemzési technikáktól eltérő? Vagy ez még túl korán van, hiszen nincsen megválasztva ez a kedves ember? Ehhezet kérdezem. Szerintem máig nem vagyunk felkészülve erre. Egy ilyen kontextusban, és nem ismerem az arányokat, ahogy a Dutertét megválasztották, de azért azt látni kell, hogy akár független újságíróként, akár elemzőként az ember határozottan hangot ad annak, hogy amit elhangzik, az hát az szétfeszíti a civilizáció kereteit, az egyszerűen a szavazók elhelyezik abban a kontextusban, hogy ők már pedig erre akarnak szavazni, akkor én, mint elemző, vagy én, mint független újságíró, ne akarjam nekik azt mondani, hogy ez a koordináta rendszer, amiben ők gondolkodnak, az kívül esik mondjuk a civilizált gondolkodáson. Nagyon nehéz, az elemzés is, meg az újságírás is valójában arra van felkészülve, hogy többé-kevésbé, nem tudok ennél egyszerűbbet, vagy másképp fogalmazni, épesző emberek mégiscsak olyan módon próbálnak mondjuk hatalomhoz jutni, ami azért tehát nem mások életének az árán történik. És én sem ismerem a Fülöp-szigetek történetét, de az többször elhangzik a filmben, hogy azért itt egy demokráciából váltunk egyszer csak egy olyan diktatúrába, amiben az erőszak felülről irányított és legitimált. És nagyon-nagyon érdekes lenne látni, hogy milyen társadalmi viszonyok állnak ennek a hátterében. De azt kell mondanom, hogy ilyen nyugati elemzői fejjel, vagy nyugati független újságírói fejjel gyakorlatilag nem állunk készen arra, hogy ezt úgy tálaljuk, hogy abból ne egy erős kritikaként lássa az, aki egyébként a Dutertére akar szavazni. Tehát mi kvázi ellenfélként tudunk csak megjelenni, nem pedig elemzők. Marian, látok reakciókat az arcokon. Igen, abszolút. Egyrészt én is szerettem volna azt kiemelni, hogy azért viszonylag távol vagyunk mi Fülöp-szigetektől, tehát hogy eleve nem sok mindent látunk. Szerintem ugye 2016 óta rengetegszer volt olyan megnyilvánulása a Dutertének, ami gyakorlatilag a mi közegünkbe, a mi nyilvánosságunkba eszméletlenül botrányosnak tűnt, ott pedig semmiféle következménye nem volt. És hogy ezt a Gáborra reagálva, hogy a nyugati sajtó hogy láttatja, vagy hogy elemzi egy nyugati elemző, én
Tavasszal éppen az első járvány hullám idején felkérést kaptam, hogy vegyek részt egy műsorba a CNN-en, és ott a beszélgetésbe azokról a kormányokról lett volna szó, és volt szó, amelyek a járványhelyzetet a hatalmuk kiterjesztésére használták. És összehoztak két sráccal, az egyikük egy ugandai emberi jogi ügyvéd, másikuk pedig egy fülöp-szigeteki aktivista, ellenzéki aktivista, és hát végig arról beszéltem, hogy mit keresek én itt, hogy hát azért ne keverjük a szezont a fazonnal. És megnézed ezt a filmet, és rájössz, hogy annyira nem világok választanak el, nyilván brutalitásban, az erőszakban, az eszközök súlyosságában, de ha a retorikát figyelitek, akár a fake newsozást, akár a történéseket, nyilván beszéltünk konkrétumokról is, hogy hogyan állt fel a szűr a karomon, és libabőröztem akkor, amikor itt a film főszereplője kimondja azt a szót, amit nekünk, vagy azt a mondatot, amit nekünk mondott Dóly Szabolcs az Index bedöntése idején, amikor őt kirúgták, hogy ne hallgassatok, és hogy az eszközök mennyire azonosak, az is hátborzongató, de hogy én még tavasszal fel voltam azon egy kicsit háborodva is, vagy legalábbis egészen távolinak éreztem azt, hogy a Fülöp-szigetekkel engem egyáltalán egy beszélgetésbe lehet hozni, de közben meg valóban egy ilyen erőteljes közelség süt ebből a filmből is. Tehát lehet, hogy ott is meglepő, nem ismerjük a helyi viszonyokat, de a következmény nélküliség az szerintem más szempontból meg egészen komolyan el kell, hogy gondolkoztasson minket. Tehát ott ennek semmiféle következménye nem volt ezek szerint, hogy ő ilyeneket mond, vagy ilyeneket tett. Nem. Nem az, hogy nem volt következménye, hanem 2022-ben lesz a Fülöp-szigeteken elnökválasztás, és abban volt is a filmben egy mondat arról, hogy a pártja megnyerte a törvényhozási választást, mégpedig úgy, hogy kisöpörte a szenátusból az ellenzéket, aminek nyilván megint és ez speciál nem válik a film dicsőségére, hogy ennek a ténynek a magyarázata vagy az értelmezése az nem szerepel belőtt, azt nem tudjuk, hogy minek köszönheti azt az elsőprő választási győzelmet, de az tény, hogy minden felmérés szerint továbbra is rendkívül népszerű. Népszerű volt a válság előtt, vagy a járvány előtt is népszerű a járvány alatt. Tehát, hogy valójában egy olyan dologról beszélünk most szerintem, ami nem a média problémája, hanem ez egy nagyon súlyos társadalmi válságnak a tünete, vagy nem tudom, maga a válság az, amit hogy mondjam, a hatalom által büntetlenül elkövethető és a társadalom által elvárt gyilkosságok jelenítenek meg, vagy jelentenek. Azt egyébként, hogy mennyire van ez a dolog közel hozzánk, azon gondolkoztam, hogy, és ebben sem segít sokat a film, hogy eligazodjunk abban, hogy ez miért van, vagy mi lehet ennek az oka, hogy tehát valami mank, bár nyilván a Rapplerről és Maria Rissáról szólt a hősies tenorban ez a film, de azért valami kis mankó nem ártott volna, hogy legalább megpróbálja a film megérteni, hogy hogyan keveredhetett 50 év diktatúra és egy rövid demokratikus periódus után a Fülöp-szigeteki társam ebbe az állapotba. A másik meg a eszembe jutott arról, amit mondtatok, hogy mennyire van közel hozzánk és távol, ez egy döntő kérdés. A szöveg az ugyanaz, és ez ebben egyetétek mondani, hogy ez iszonyú ijesztő, ugyanakkor ott nem léte, tehát ott van egy, mert ez is furcsa, mert konkrét fizikai erőszak nem érte a Rappler, tehát nagyon durva fenyegetésig mentek el, hogyha jól értem, de az ellenük folytatott eljárás, amiben egyébként összesen a vádak alapján 100 év börtön néz ki Maria Rissának,
de a konkrét, tehát addig a típusú erőszakig, amíg hogy mondjam, ezeket a szegényebb néprétegeket sújtja, nem mentek el az újságok. Magyarországon is ez egyelőre még így van, a Duma ugyanaz, erőszak nincs, ne is legyen. De ami eszembe jutott, és az pont ennek a társadalmi degradációnak a kapcsán, az, hogy egy politikus bejelenti azt, hogy meg fogja gyilkolni a politikai ellenfeleit, az azért speciál nem kell a Fülöp-szigetekig elmenni, hogy ilyet találj. Hogyha megnézitek a boszniai szerb parlament jegyzőkönyveit, amit persze az ember normális esetben nem néz meg, de az körülbelül ebben a tenorban vannak ott a megszólalások. És nyilván nem a drogkereskedők ennek a célpontjai, vagy bárki, hanem a másik etnikum, aki egyébként ugyanannak az államnak a polgára, mint a megszólaló. És ezek a parlamenti jegyzőkönyvek egyébként Hágában kerültek aztán elő, mint nem is csak bizonyíték, hanem az ítéletet alátámasztó bizonyítékok is. Még a hasonlósághoz, bocsánat, még hozzátennék egyet, hogy ez a filmben is ugye elhangzott, hogy nem csak az újságírók, illetve a politikai ellenfelekkel szemben folytatott hangnem, ami hasonló, nem csak a szöveg a hasonló, nem csak az eszközök, az ellehetetlenítés, a gazdasági ellehetetlenítés, a különböző bírósági ügyeknek az indítása a hasonló, hanem a felületeink is nagyon-nagyon hasonlóak. Tehát, hogyha Magyarországon megnézzük, hogy például minden egyes médiatermék milyen óriási módon függ a Facebooktól, teljesen ki vagyunk szolgáltatva ennek a nagyvállalatnak, abban, hogy el tudjanak jutni a híreink, meg ne a fake news jusson el az emberekhez. Ebben a helyzetben mi teljesen kiszolgáltatottak vagyunk. És talán egy kicsit lehet, hogy ez is választ ad arra, hogy miért tud például a Fülöp-szigeteken is ilyen mértékben terjedni ez az erőszakos, teljesen civilizáción kívüli üzenet, azért, mert a Facebooknak, meg nagyvállalatoknak ez gazdaságilag tökre megéri, sokkal több pénzt hoz a gyűlölettel, meg az ellenségeskedéssel átitatott üzenet, sokkal jobban terjed, mint egy úgymond unalmas átlagüzenet. És erről egyébként a Rapplernek az újságírói nagyon-nagyon-nagyon sokat szoktak beszélni különböző konferenciákon, ezt szokták általában kiemelni, hogy ne higgyük azt, hogy annyira távol vagyunk a Fülöp-szigetektől, mi nyugati demokráciák, nyugati országok. Fülöp-szigetek az olyan, mint egy petriedény, ezt sokszor mondta a Maria Ressa, hogy egy Fülöp-szigetek egy laboratórium, nézzetek ránk, hogyha így folytatjátok, ti nyugati demokráciák, veletek is valamikor nagyon-nagyon hasonló dolgok fognak történni. Hogyha úgy történne minden, ahogy szerettük volna, de nem úgy történik, akkor most egy második bejátszás kerülne terítékre. Ez a filmből az a fragmentum, amikor egy sajtótájékoztató keretében élesben megfenyegeti a Rappler egyik újságíróját az elnök, kikapcsolják a mikrofont, az újságíró továbbra is kérdez, majd további újságírók is kérdeznek, és a fenyegetéseken túl az is világos az elnök reakcióiból, hogy ki van találva, hogy melyik médiatermékre hogyan reagálnak. Tehát egy ponton maga Duterte elnök jelzi, hogy a Rappler csak fogja be, mert ennél sokkal keményebben is eljárhatnának velük. Tehát ölnek ugyan újságírót a Fülöp-szigeteken, de nem a Rappler újságíróit, őket inkább perlik ilyen-olyan eszközökkel. Mennyiben érzi azt egy lap vagy egy újságíró egy illiberális közegben, hogy célponttá vált?
és meg tudjuk ezt mutatni okos adatokkal és elemzéssel, hogy ki lesz a következő célpont? Honnan tudjuk, hogy ki jön? Egy nagyon személyes megjegyzés itt, hogy akkor, amikor az Origó került sorra, én éppen egy rövidebb szöveget írtam a Magyar Narancsba, és nagyon közel volt az a határidő, amit azt hiszem épp hogy sikerült teljesíteni, de hogy félig az elmaradásomról beszélgettünk e-mailen, félig pedig arról, hogy mi az ördög történik. Azóta volt már nem csak Origó. Tehát tudjuk-e, hogy ki van soron, és honnan tudjuk, és ezt meg lehet-e tapasztalni adatok alapján, vagy ez tényleg ilyen villámcsapásszerűen történik? Hadd mondjam azt, hogy azért akár az Origót nézzük, akár az Indexet nézzük, ezek nem villámcsapásszerűen történtek. Ezek mögött egy hosszú folyamat volt, és mind a kettőnél hosszú éveken keresztül látszott a sérülékenység. Az Origó furcsa módon, ami máshol esetleg előny lehet, más esetben itt éppen az, hogy a Deutsche Telekom termékeként, a Deutsche Telekom számos egyéb kitettsége miatt évek óta, már az átalakulás előtt olyan helyzetben volt, hogy engednie kellett. A Deutsche Telekomnak valójában nem a magyar sajtószabadság a szívügye, hanem sokkal inkább, hogy legyen neki mobilfrekvenciája, ne tegyék ki a kormányzati szélessávú fejlesztésekből. Teljesen világos volt, hogy a Deutsche Telekom nem fog hősi halált halni az Origó kedvéért, és aztán ez egy végül is ugye volt egy kázus belli, a Pető Andris féle cikk a Lázárról, és akkor elindult a gépezet, és ennyi kellett, tehát kellett, azt nem lehetett tudni, hogy mi lesz a gyújtópont, de hogy előbb-utóbb a Telekom szabadulni akar ettől a üzleti szempontból kifejezetten káros terméktől, mert az újságírók mindig bajt csinálnak, az azért biztos volt. Az Index esetében, és bocs, hogy most ezt mondom, de hát tulajdonképpen, hát ugye az Index már a Spéder érában is egy erős kitettségnek volt az egyik mintapéldája, és aztán amint megjelent a háttérben a KDNP-s üzletember, és aztán amint ezt tovább adta az üzlet részét a Vaszlinak, mindenki tudta, hogy valami történni fog. Azt megint nem tudta mindenki, vagy senki se tudta, hogy mikor és hogyan fog történni, de ezek mögött volt egy hosszú történet. Mindenki azt gondolom, hogy együtt élt a szerkesztőségben is ezzel a tudattal, hogy van egy csomó olyan pont, ahol az Index sérülékeny, és bármikor beüthet valami, és azt nem tudjuk, hogy mi. És akik még a piacon vannak függetlenként, azok esetében is, ha nagyon keresünk, persze, akkor el lehet gondolkodni, hogy hol vannak a sérülékenységek, de hogy az RTL túl nagy, a Magyar Narancs túl kicsi, és nem függ mondjuk úgy frekvenciától, mint a Klubrádió. A Klubrádiót lehet rángatni a frekvencián keresztül. Meg lehet nézni, hogy a finanszírozása kinek honnan jön, és minél kevésbé függ mondjuk a magyar piactól egy cég, annál kevésbé kell félnie a következő körtől. Én most őszintén megmondom, hát nyilván akik szóba jöhetnek, meg akik ellen elindult már valamiféle hadjárat, az nyilván a Centrál Média, 24.hu, de ott is nehezebben fogható, mert nincs olyan oligarcha háttér, most ilyen egyszerűen fogalmazva megint, mint ami azért az Index történetében jelen volt, és a HVG esetében is nehezebben fogható a tulajdonos. Tehát ha nagyon akarom, akkor amik történtek, azok kvázi kiszámíthatóak voltak. Akik még a piacon vannak, azok legfeljebb, és ez megint rosszul hangzik, legfeljebb nem élik túl azt a piaci helyzetet, amiben nagyon nehéz bevételt produkálni. Több szempontból reagálnék, tehát nyilván nem, már csak a személyes érintettség miatt is, tehát az Index ügyben természetesen eleve volt egy szabadságfok, vagy egy függetlenség mutatója, vajon miért a portálnak. Tehát természetesen a szerkesztőség évek óta, és lehet, hogy már a mutató beállítása, már hogy létrehozása előtt is érezte azt, hogy itt fenyegetettség az van, de tartalmi függésről, tartalmi befolyásolásról, egészen addig, amíg a Dulszabolcsot ki nem rúgták, nem beszélhetünk. Tehát ez,
ez szerintem az alapvetés. És éppen ezért szerintem nem is az az igazi kérdés, hogy ki következik, mert minden egyes ilyen veszteség borzasztó, és aki így benne van a szakmában, az egyrészt egymással szolidaritást vállalva, de főleg azért, mert azt hiszem, hogy már majdnem mindannyian átéltünk hasonlót ebben a szakmában, és átéltük ezeket, az borzasztó. Hanem az a kérdés, hogy mi következik, mert azt is látjuk, hogy egyre újabb eszköztárokkal vesznek be, akár csak gazdasági értelemben, akár más módon média felületeket, vagy akár nyilvánosságot. Itt új tévécsatornák, új portálok harmadája van, átállított portálok vannak. Gyakorlatilag a kereskedelmi sajtótermékek közül gyakorlatilag tényleg azt kell mondanunk, hogy a tömegelérésben egyedül az RTL Klub maradt, amelyik nem állami befolyás alatt áll. Nyilván ott is akár lehetnek különböző kiszolgáltatottságok. Szóval én azt gondolom, hogy meg fogják a szükséges időben a szükséges eszközt találni arra, és elég kreatívak, ezt már látjuk, hogy lépjenek. Hogy mi volt a mi esetünkben az időzítés oka, azt mindenki másra gondol, tehát amikor mi már home office-ban voltunk tavasszal, és megjelent Vaszili Miklós, én arra is emlékszem, hogy hogy jelent meg, hogy ezt nekünk hogy mondta el a főszerkesztőnk, és arra is emlékszem, hogy utána négy szem közti beszélgetésben, talán ezt még annyira nem is kiadva, de hogy kérdeztem tőle rá, hogy Szabi, akkor most itt van a vége, hogy megjelent Vaszili Miklós, és nem voltunk benne biztosak. Tehát tudtuk, hogy ott már a vége közelít, és hogy lesz egy pont, de nem tudtuk, hogy meddig húzzák, hogy mi lesz a módszer, hogy a finom átállítás próbálják majd meg valahogyan előhozni, vagy például külsős tanácsadók oda küldésével, és senki nem tudja, hogy ki szerződtet, kit, milyen cég köze van hozzánk, nincs köze munkavállalója a mi cégünknek. Tehát vannak ilyen típusú módszerek, vannak origó típusú módszerek, amikor kirúgják a főszerkesztőt egy konkrét cikk miatt, és nálunk meg úgy rúgták ki a főszerkesztőt, hogy előtte 4 héten át hallgattuk meg, hogy nem fogjuk kirúgni a főszerkesztőt. Tehát egész érdekes helyzeteket tud szülni a kényszer, és kényszereik meg nekik vannak. Én a hatalomfeltésre gondolok, nyilván a jövőre gondolnak, a nyilvánosságuk és a szavazataik biztosítására, és nem akarok ilyen nagyon homályosan, hogy ők így beszélni, de hát azt sem kell nagyon körülírnom, hogy kikről van szó. Én csak visszatérnék egy fél pillanatra arra a jelenetre, amit majd levetítünk, vagy levetítettünk már. Hogy az igazából az egy, tehát nem tudom, az volt a legvérfagylalóbb talán az egész történetben, vagy nem tudom, nyilván nem ez hülyeség, de hogy ez teljesen páratlan volt, vagy tehát ezt bármelyik más országban, bármelyik más környezetben nagyon nehéz lenne elképzelni. Szóval valahogy a demokrácia és a diktatúra találkozása volt ez, vagy az átmenet pillanata a kettő között. Mert ez ugye egy sajtótájékoztató volt, amire meghívták az ellenzéki sajtót, vagy hát jobbára a kormánykritikus sajtó vett rajta részt. Na most ilyen ebben az országban nincs 10 éve. Tehát már csak ezért is teljesen elképzelhetetlen lett volna ez a jelenet, mert nem mész, tehát még azért sem engednek oda, hogy adott esetben megfenyegessenek. Ugyanakkor meg az, ami egy ilyen demokratikus környezetben, vagy egy ilyen demokratikus momentum során, mint egy a sajtótájékoztató, hogy az ellenzék szabadon kérdezheti az államelnököt történt, az teljesen vérfagylaló volt, hogy lényegében halálosan megfenyegette először azt a leányt, aki a Rapplernek dolgozott, és utána pedig az egész, hogy mondjam, a Fülöp-szigetek is. Tehát az, hogy saját kezüleg foglak megölni, körülbelül ezt mondta, ha jól emlékszem rá. Ez teljesen hihetetlen tulajdonképpen, hogy ez a fajta határátlépés, ez milyen természetességgel és következmények nélkül
történt meg. A másik meg ahhoz, amit a Gábor mondott, hogy másféleképpen, hogy melyik magyar sajtóterméket épp hogy találták be, hogy még a hozzátenném ugye a népszabadságot is, ne legyünk méltántalanok, hogy kihagyjuk őket a sorból, valamilyen módon mindegyik a tulajdonosi vonalon érkezett, ami szerintem sok vigasz nem jelent, de nem az történt, hogy és tényleg nem akarok tippet adni, hogy más módokon csavarták ki, vagy szállt, tényleg nem fog tippeket, hogy még hányféleképpen lehet, szálltak meg, vagy szüntettek meg újságokat. A Népszabadság bukása körülbelül akkor kezdődött, amikor Pecina a képbe került, de lehet, hogy sokkal korábban, akkor, amikor, vagy később, amikor az MSZP Bagóért eladta az utolsó 25%-át a kiadóban, a Telekomot azt, és az Origo viszonyát azt ügyesen, azt jól elmondta a Gábor, ott is azt rábírták a tulajdonost, hogy adja el, különféle, ugye az állam szabályozóként akkor magyarozza meg az IT-cégeket, amikor akarja, és élt is minden releváns információk szerint, élt is ebben a lehetőségével a magyar kormány, és az Indexnél is a tulajdonosi vonalon nyomultak, mint hogy a Centrál 24-et is, a megszállási próbálkozások abban merülnek, hogy megpróbálják hogy a piaci pletykák szerint rábírni a tulajdonost arra, hogy adja el. Szóval ez nem jó, ez elég nyugtalanító, és különösen, és látjuk az áldozatokat. Azt azért még hozzátenném, hogy a Fidesz korszak előtti béna magyar sajtóstruktúra is felelős azért, hogy ezek az orgánumok védtelenné váltak, és nem bírták ki a nyomást 2010 után. Tehát azt szerintem a Népszabadság korábbi tulajdonosának és korábbi szerkesztőinek és szerkesztőség abszolút felvethető ebben a folyamatban a felelősség, amit nem nagyon szoktunk megtenni, de ez mégiscsak egy, hogy mondjam, a tulajdonosi ráhatás, vagy a, hogy mondjam, a kínál, a vásárlási ajánlat más, mint egy homlokhoz szorított pisztoly. A kettő nem teljesen zárja ki egymást egyébként, mint hogy ezekben az esetekben se zárta ki teljesen. Én szeretnék visszamenni valamihez, amit a Blanka mondott, és itt volt a listámon, és nincs igazából jó pillanat erre, ami pedig a közösségi média, nem csak a Facebook, hanem a Twitter és bármilyen más, tehát hogyha az Instagramot lehet erre, tehát egyéb cégeknek a hatása ezeken a piacokon, a tartalmakra, meg arra, hogy mi is a dolga egy újságírónak. Ugye az a szakirodalom, ami foglalkozik az illiberális politikai elit felemelkedésével, egyre inkább hangsúlyozza a személyes elérésnek a fontosságát, hogy ezek az elnök tweetei, vagy más, tehát hogy milyen csatornát használnak, vagy adott esetben a péntek reggeli kávé mellett lehet meghallgatni a rádióból, nagyon személyes közegben az üzenetet, az valószínűleg az is számít, mert ugye kontextus függő, hogy mi éri el a megfelelő közönséget, de hogy látjátok a közösségi média és a hagyományos írott, nyomtatott sajtó összejátszását abban egy olyan kontextusban, ahol egyre-egyre kisebb tere van a valóságos sajtószabadságának. A Blanka hozta ezt föl, úgyhogy lehet, hogy kezdhetünk vele. És utána meglátjuk, hogy ki mit tud ehhez hozzátenni. Hát szerintem ez borzasztó, tehát ez egy borzasztó fontos pont volt, és nyilván itt vannak globális kapcsolatok. A Rappler sztoriról azért tudunk, mert terjed közösségi médián is, és nem csak a CNN-en mutatják, de úgy tűnik, hogy vannak globálisan érvényes technikák is.
Igen, én dobtam ezt a témát be, de főleg azért, mert így, hát személyesen ez jelenti így a legnagyobb kihívás, meg egyébként nekünk is most van egy, nem tudom, hétfős szerkesztőségünk, ami ugye az Origo kinyírása után alakult, és abszolút érződik, hogy ez nem ugyanez az elérés, teljesen más, hogy kell viszonyulni, teljesen más, hogy kell az embereket megszólítani, amikor nincsen egy nagy szervezet mögöttünk, amikor nekünk kell mindent a nulláról felépíteni. És szerintem ez Magyarországon minden újságírónak, hát ilyen, nem tudom, és nem azt mondom, hogy álmatlan éjszakákat okozzon, de hát ez az elsődleges kérdés, amit meg kell válaszolnunk. Nem mindenképpen az fogja eldönteni, hogy nem tudom, hány darab korrupciós ügyet, meg hány milliárd forintnyi pénznek az ellopását tudjuk konkrétan feltárni, hanem az, hogy ez hogyan jut el az emberekhez, és hogyan tudjuk úgy a... Te jó ég, mi történik Mariannál? Szerintem nincsen mozgás a környékén, és az intelligens épület, így van, így van. Tehát ha Marian, ha néha így integet, akkor felkapcsolja a villany. Nem tudom, vég van. Nincs tapasztalati alapon nincs világvége, ha nem érzékelnek mozgást a nagyobb, minket körülvevő magasabb hatalmak. A technológiának teljesen ki vagyunk szolgáltató, ugye, tehát... Magyarul is segít. És hogy bedobjak ide még egy vonalat erről, ugye a filmben szerepel az elnök egyik támogatója, aki nagy közösségi médiasztár. Neki vannak anyagi támogatói is, és ha már ott tartunk, hogy ki finanszírozza miből a különböző média üzeneteknek az eljuttatását, Mit tesz a szólásszabadság maradékával egy ilyen piacon néhány ilyen média szereplő, akik a közösségi médián és az elnöki fórumokon beláthatatlan forrásokból gyakorlatilag bármennyi ideig képesek a potenciális választókat szórakoztatni? Most ha látom, hogy a Gábor is szeretne valamit mondani, csak egy fél mondatta, vagy szerintem minden-mindennel összefügg itt is, tehát a lapok bezárására, és például a Népszabadságban és máshol szerzett gazdasági tulajdonrészre, tehát egy bizonyos kornak az volt a nyilvánosság felé irányuló hatalmi törekvés, hogy a politika, kezdve itt egyébként a már emlegetett MSZP-vel, amelyik egyáltalán milyen fenének került a Népszabadság tulajdonosi körébe, ha már itt tartunk, nem pedig ott, hogy elkótya vetjelte, mert... Tehát én azt gondolom, hogy a politikában egy természetes hatalmi igény van a nyilvánosság befolyásolására. Magyarországon ez úgy alakult, hogy felvásárolták a pártok és a párthoz közel álló gazdasági körök ugye a médiumokat, mert ez adott kornak ez volt a legnagyobb nyilvánosságot elérő, a legtöbb forgalmat bonyolító üzenetterjesztési lehetősége. Most pedig, amit a Blanka mond, hogy micsoda kihívás nekünk a Facebook, egyértelműen az, mert mi is azon érjük el egyfelől az olvasóinkat, és elég csak egy algoritmust így megcsavarni, és már nem érjük el, és ezt napi szinten tapasztaljuk. Másfelől meg bizony egyrészt Facebook kommunikációja is a hatalomnak, a mindenkori hatalomnak, az ellenzéknek és más szereplőknek is sokkal aktívabb lett, valóban közvetlenül szólítják meg az embereket, és ez jóval nagyobb elérés, mint amire mi ezek után képesek vagyunk, tehát valahol átvette a média szerepét ez. Úgyhogy nyilván most az a hatalmi törekvés, azt hiszem, hogy igazságügyi miniszter asszonyt ma is láttam erről posztolni, hogy ezeket a közösségi média platformokat és egyebeket, mint a véleményszabadság fórumait, hogyan rendszabályozzák, akármilyen paradoxnak is hangzik ez a kifejezés, de hát erről is nyilván a Gábor jobban tudnálam, hogy mit tervezhetnek, csak hogy ez egy természetes hatalomtechnikai kérdés, hogy ők szeretnék a nyilvánosságot kontrollálni, azt én azt gondolom, hogy ezen azért annyira ne lepődjünk meg. Hát persze, mindig a politika, és főleg a kelet-európai politika az mindig törekszik
a nyilvánosság uralására, és hogy a magyar rendszerváltás utáni média történet is erről szól, de hát azért, ami 2010 után van, az egy szintlépés. Az nem vedhető össze semmivel, amit mi korábban a rendszerváltás utáni időszakban megéltünk, én ezt azért nagy határozottsággal állítom. A Facebook esetében ez egy bonyolult történet, mert hogy a bánatba érnél a Telex és a Direkt egyébként a közönségét, ha nem lenne Facebook? Én nem tudom, hogy nálatok mekkora arányban érkeznek onnan a kattintások. Mondjuk a szabadpécsesek, ugye egy kis helyi hírportál, ők azért nem titkolják, hogy az ő esetükben lényegében leállna az élet Facebook nélkül. És igen, eközben a Facebook, ha gondol egyet, akkor az algoritmusait úgy kalibrálja át, hogy holnaptól senki nem látja a Telexet meg a Direktet, és ez nagyon nagy baj, senki nem rendelkezik hozzáféréssel, vagy akár csak konzultációs lehetősége a tekintetben, hogy most akkor a Facebook szereti a hagyományos médiát, vagy nem szereti. És az, hogy ez mennyire bonyolult történet, miközben a Varga Judit és csapata, akik velem nem állnak szóba, tehát én szívesen mondanék bármit arról, hogy ők mit csinálnak, de halvány fogalmam sincs, azon ügyködnek, hogy megrendszabályozzák a Facebookot, mert a Facebook őket cenzúrázza, eközben pontosan tudjuk, hogy a legtöbb pénzt a Facebookon a Fidesz költi. Tehát itt nem arról van szó, hogy nagyon egyértelműen fekete-fehéren be lehetne lőni a Facebook szerepét, akár a hagyományos média túlélése tekintetében, akár a politikai kommunikáció tekintetében. Itt mindig attól függ, hogy éppen kit milyen ingerek érnek. Amikor egy sikeres kampányon van túl a Telex meg a Direkt, akkor tulajdonképpen el van a Facebookkal, amikor egyik napról a másikra eltűnnek, mert nem tudják, mi történt a háttérben, akkor nem szeretik. Amikor Varga Judit megkapja aznap a 623. lájkot, akkor tulajdonképpen ő is boldog ezzel. Amikor azt látja, hogy a, nem tudom, Bayer uszító cikkére rákerül a pecsét, hogy ez uszít vagy valótlan, akkor meg mérges lesz, hogy a Facebook cenzúráz. A Facebook nem akarta világura lenni, de egy nagyon, nagyon fura pozícióba került. Soha a történelme nem volt olyan, hogy a nyilvános kommunikáció, az egy, a globális nyilvános kommunikáció az lényegében egy nagy cég kezében van, meg egy másiké van, aki a Google, aztán még érdekesebb, csak sokkal kevesebbet beszélünk róla. Nincs senki, aki ezzel a helyzettel, akár piaci szereplőként, akár államként igazán tudna mit kezdeni, és én a Zuckerberg helyében sem szeretnék lenni, mert ő sem tud már ezzel a helyzettel mit kezdeni. Mivel nem élőben történik mindez, és nincsenek fogós ravasz kérdések a közönségből, de ez mégiscsak egy filmfesztivál, ahol dokumentumfilmeket vetítünk. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek miben különbözik a mai világban egy dokumentumfilmes, egy újságíró, egy szerkesztő, vagy adott esetben egy emberjogi tényfeltáró, akit szintén látunk a filmben, az ő munkája. Tehát miben más, amit ez a rendező csinált attól, amit egy újságíró csinál, egy szerkesztő csinál, más-e egyáltalán? Milyen érzés volt egy filmes munkáját nézni a sajtóról? És ez az egyik film a számos filmről, ami ebben az időszakban készült a Fülöp-szigeteken, magáról Mária részéről is. Jó, akkor én leszek a bátor megint. Nem csak azért, mert ennyire sokat szeretek beszélni. Én azt gondolom, hogy olyan nagyon nem különbözik ez a munka, tehát ami az igazság bemutatására irányul, még hogyha talán sokkal szubjektívebb is, mint egy sima újságírói tudósítás, egy dokumentumfilm, ami attól függetlenül, hogy dokumentarista, tehát realitás ábrázolásmód a központja, de azért mégiscsak egy művészeti alkotás. Nekünk nagyon sokszor például, amikor én newsroomba vagyok, más nagyon, azért a művészet nem szokott eszembe jutni, például amikor éjfélkor jön neki a magyar közlönyök, és egyéb izgalmas hírekről kell beszámolnom nagyon gyorsan. De én nem gondolom, hogy ez probléma lenne, hogy hasonlít a munkánk, sőt ez jó, és még így is azt mondod, hogy sok film készült, az is tök jó, hogy készülhettek ezek a filmek, mert azért ugye a borzasztó autokratikus viszonyokat, meg tényleg itt a gyilkosságokat és egyéb támadásokat, a
magának a retorikának a brutalitását hallva a Fülöp-szigetekről, az ember azt gondolná, hogy itt hú, hát itt valami iszonyatos biztonsági intézkedések után lehet csak az országba bejutni és egy ilyet forgatni, de ezek szerint nem, tehát még azért lehet ilyet is csinálni. Én azt gondolom, hogy ezek mind azt mutatják, hogy a nyilvánosságnak még van ereje, mert van értelme ilyen típusú bemutatásoknak és az igazság bemutatásának, és nyilván mi is addig csináljuk a munkánkat, amíg még van értelme az igazságot keresni, meg megmutatni. Erre senki nem mond semmit. Szívesen, csak én sem. Senki nem tudja, hogy ki jön, Gábor. Szóval, akiket felsoroltál a civil jogvédőktől tulajdonképpen a aktivista bloggereken át, a dokumentumfilmesekig és az újságírók, hát ők mind ugyanazt akarják más-más eszközökkel, és ez teljesen rendben van. Nem, szerintem ezeket nem érdemes összekeverni, a dokumentumfilmes az igen, ahogy Maria mondja, mégiscsak filmes, kvázi művészi eszközökkel dolgozik. Nem tudom, hogy megnéztétek-e a másik két filmet, az egyik a Wuhani kórházban, a másik meg a Fehér Orosz. Hát a rendőrség épülete előtt várakozó szülők a gyerekeikre, azok sokkal kevésbé látszottak megkomponáltnak, ugye ezért amit a Fülöp-szigeteki dokumentumfilm azért az egy megkomponált történet volt, azok ott úgy csináltak, mintha nyersen a történéseket mutatnák, ami nyilván persze nem igaz, mert mindig a történéseknek csak egy kamerányi részét tudják mutatni. Tehát ezt én nem tartom újságírásnak, noha az újságírás is persze komponál, tehát mindenki sztorikat gyárt, nem a valóság, mint olyan, az a filozófiai kérdés, megfogható-e egyáltalán. Ha visszatérünk a belarusz filmhez, ugye azért az ott borzasztó fontos, hogy amit a kamera fölvesz, az azok a híresztelések, amik pörögnek a rokonok között. És részben azért nincs újságíró, mert nem lehet, tehát hogy nagyon sokszor ebben a rövid filmben, amit tényleg ebben igazad van, hogy ez egy nagyon nyers, szinte azonnali reakció, az szerintem borzasztó fontos, hogy azon kívül, hogy a várakozó családtagokat halljuk, a tartalom jelentős része az, hogy ki mit hallott valaki mástól, és ennek a háromnegyede valószínűleg verifikálhatatlan, és ha maximum azt tudjuk mondani, hogy ez pörög, ami azért távol áll az adatalapú újságírástól, ha már itt tartunk. Igen, és tudom, hogy felbeszakítottalak, de hogy ha esetleg valaki nem nézte még meg a belarusz filmet, ez egy kiváló alkalom. Csak egy mondat még, és ez tulajdonképpen a legelső kérdéshez is kapcsolódik, hogy azért, amit Maria mond, hogy végül is oda lehet menni, és lehet forgatni, hogy akkor még, meg amit Endre is feszegetett, hogy találkozik a diktatúra és a demokrácia, csak nem lehet, hogy a diktatúra nagyon ügyesen használja a demokrácia látszatát arra, hogy a saját hatalmát kifejezze, a félelemkeltést a lehető legszélesebb körben terjessze. Hát a Duterte-nek érdeke megmutatni, hogy ő milyen kemény srác, és elmondani újra és újra, hogy ő embertől, és engedni a nyugati világnak is látni, tudva egyébként, és az is nekem egy nagyon fontos és ismerős jelenet volt, amikor, jó hosszú mondat, bocsánat, amikor az újságírót meghallgatta az a RAJ Nemzetközi Bizottság, öltönyös, kosztümös nénik, bácsik, és aztán hazament. Így élünk itt is, ezerszer meg. De akkor mi a dolga egy újságírónak? Ezt kérdeztem, hölgyeim és uraim. És most pillanatnyilag azt mondjátok nekem, hogy ja, és még mi segítünk őt megválasztani. Hát a Trump kapcsán ez sokszor elhangzott egyébként, hogy mennyire felerősítette a mainstream média, a Trumpot nem szerető média is a Trump jelenséget. Mint ahogy szerintem mind a két kolléganővel elég gyakran szembesülünk avval, hogy amikor Orbán Viktor egy különösen jól sikerült csintevését megírjuk, amire ő tulajdonképpen büszke, és te hiába írod meg úgy, hogy ebben semmi olyan nincs, amire egy demokratikus vezető, egy demokratikus országban büszke lehetne, mégiscsak az ő vitorláját dagasztod. A napi dilemma Magyarországon is, ez amit mondott szerintem Gábor. Még én visszatérnék egy pillanatra a filmre, hogy mármint, hogy
mint nem tudom, műalkotás, hogy ez inkább egy hősi eposz volt, és úgy is volt érdemes nézni, és úgy meg abszolút érdemes megnézni, és muszáj megnézni erről az újságról, egy kicsit a környezetről, amiben működik, és erről az asszonyról. De miközben arra a dilemmára, mintha meg se kísérelt volna válaszolni, hogy ez a hősies kiállás az igazságért, amit valamilyen módon a társadalmat kell, hogy szolgálja, vagy kellene, hogy szolgálja. A társadalom ehhez képest megválasztja ezt a csávót nem egyszer, hanem másodszor is, és meg fogja harmadszor is választani. Tehát, és közben pedig ott van az, hogy valamilyen megmagyarázhatatlan módon ez a fajta erőszak, és tök mindegy, hogy a Facebook platformon jelenik meg, vagy a Twitteren írogatnak halálos fenyegetéseket annak a lánynak, aki írt egy nyílt levelet Dutertének, de a lényeg az, hogy milyen mértékben hatja át a Fülöp-szigeteki társadalmat az erőszak, mennyire elfogadott. És itt keletkezik, van egy diszkrepancia a filmben, hogy miért, hogy lehetnek, mégis hogy lehet a Rappler a számkivetett, vagy az, aki veszít a végén, mert megválasztják Dutertét, és újra megválasztják, és erre semmilyen magyarázattal nem szolgál a film, szóval ezt nem érezte valahogy ambíciójának, itt tényleg csak kérdőjelek maradtak bennem ezután. Én még visszatérnék egy kicsit az újságírók felelősségére, mert szerintem nagyon-nagyon nehézé tesszük akkor a dolgunkat, hogyha mindent akarunk csinálni azt is, ami nem a szakmánk. Tehát mi nem tudjuk átvenni azt a felelősséget, hogy azon kívül, hogy feltárunk egy ügyet, vagy megírjuk, ami van, akkor a mi felelősségünk legyen az, hogy nem tudom, feljelentést tegyünk a főügyész helyett, kinyomozzuk a dolgokat, hogy az ellenzéki pártok helyett napirenden tartsuk a témát. Nem ez a szakmánk, nem ezt kell nekünk csinálni, és valószínűleg ugye ezek a... Hát nem tudom, hogyha az amerikai mainstream sajtónak például csalódás volt az, hogy nem tudom, hogy mekkora felelőssége volt abban, hogy Trumpot megválasztották akkoriban. Tehát ott is ugye azt kell szerintem nézni, hogy mit akarunk elérni egy cikkkel, azt akarjuk elérni a cikkkel, hogy utána a politikus bilincsbe verve börtönbe vigyék, vagy azt akarjuk elérni a cikkkel, hogy napvilágra kerüljön egy olyan dolog, amit addig az emberek nem tudtak. Szerintem az újságírónak ott van a felelőssége, hogy milyen témákkal foglalkozunk, milyen témákat választunk meg, és például Amerikában lehet, hogy az volt, nem tudom, az újságírók a felelősség, hogy milyen témákat tűztek napirendre. Tudnak-e figyelni a közönségre? Tudnak-e figyelni arra, hogy mi az, ami igazából érdekli az embereket? És ahogy néztem például ezt a Fülöp-szigeteki filmet, bennem tökre felmerült az, hogy akkor vegyük nagyon-nagyon pragmatikusan ezt a problémát. Duterte jelenleg az erős kezű vezetésével ad egy választ a drog problémára, amiért ugye nagyon-nagyon tapsoltak neki a megválasztása után, hogy fú, tök jó, kinyírjuk azokat, akik drogozni fognak, ez keserítette meg az életünket. És a filmben egy viszonylag egy mellékszál volt az, vagy hát ilyen, nem tudom, így utalás volt rá, hogy lehet, hogy egyébként Duterte elnöknek a fia maga is nagyon-nagyon aktívan részt vesz ebben az illegális drogkereskedelemben. Tehát ez mondjuk lehet egy olyan kérdés, amivel azon túl, hogy például a Rappler újságírói is kimennek éveken keresztül a különböző illegális gyilkosságoknak a helyszínére, és segítenek gyakorlatilag Duterte-nek a saját erőskező hatalmát mindenkinek megmutatni, lehet, hogy sokkal több energiát kellene arra fordítani, hogy ezt az ellentmondást, ezt ki tudjuk mutatni például a valóság között, meg azt, hogy mi az, amit a politikai elit kommunikálni szeretne magáról. Nagyon szépen köszönöm.
Bocsánat, én egyetértve a Blankával csak egy fél mondatot tennék hozzá, hogy én azt már rég rossznak érzem, hogyha az igazságfelterjesztésen vagy. Tehát, hogy ha már valaki úgy ír újságot, hogy valami célja van egy cikkel, tehát csak, hogy Blanka így fogalmazott, hogy mit akarok elérni a cikket, tehát mi nem aktivisták vagyunk, hogy elérjünk valamit, tehát nekünk mindennek a nyilvánosságát kell elérnünk, ha egyedül, mert az a közérdek, tehát az újságírásnak szerintem csak a nyilvánosság a funkciója. Ezt nagyon szépen köszönöm mindenkinek. A reklámhelye rovatban a beszélgetés során említett filmek, a nyitófilmünk a 76 nap, ahol dokumentumfilmesek követik egy wuhani kórház mindennapjait a vírus kitörésének a legelején. A belarusz film Falak című, és 16 percen keresztül enged betekintést egy nagyon-nagyon zárt rendszerbe. És azok pedig, akiket érdekel, hogy hol is van az a vonal a demokrácia és a diktatúra között, remélem csatlakoznak hozzánk, és egyrészt megnézik az Állam kontra Mandela és társai című filmet, ami a Mandela és társait elítélő dél-afrikai apartheidkori bírósági tárgyalás eredeti hangfelvételével dolgozik, és ez egy kiváló magyar premier, illetve beszélgetünk is majd arról, hogy hogyan kell, és hogyan lehet hanganyagból dokumentumfilmet csinálni, miért lehet, és miért érdemes ma ehhez hozzáfogni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, különösen Mariannak, aki bement a stúdióba, mert hogy ez lett volna az eredeti formátum, de sajnos ez nem jöhetett létre, és remélem, hogy lesz időtök további filmeket is megnézni a fesztivál kínálatákból. Jó éjszakát! Köszönjük szépen! Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok.